Folyamatosan magasan van a mérce a nyíregyházi úszók előtt, köszönhetően az elmúlt évek eredményeinek. 2023-ban is érmekért ugrottak a medencébe a sportcentrum versenyzői az országos bajnokságokon. Hosszú pályán a Stankovics Anna, illetve a Hatházi Dóra versenyzés az mindenképpen kiemelendő. Éremben kicsit előrébb voltunk a tavalyi évhez képest a bronzérmekkel, tavaly ugye több negyedik helyezésünk volt. Eredményben a kevés volt a lányok teljesítménye a nemzetközi szerepléshez, de én azt gondolom, hogy úgy tudták ezt az évet átvinni az őszi szezonra, hogy jó reményekkel állunk neki esetleg olimpiai felkészülésnek, vagy világbajnoki felkészülésnek. A rövid pályaszezon ősszel az viszont egész jól sikerült. Annának sikerült megvédeni az országos bajnoki címét 50 mellen, és nem nagyon voltak rá veszéllyel. Az 50 méter gyorsan egyre jobban fejlődik, és halad az a cél felé, hogy szintén nemzetközi mezőnyre tudjon elérni. A Dóri Amerikában versenyzett az ősszel, és most örömteli a Virginiában volt egy 50 méteres verseny, ahol 10,24-et úszott, 200 pillanatban megnyerte a versenyszámot. Ezzel az idővel például a US Open negyedik is lehetett volna, bár most az egyetem úgy döntött, hogy nem azon a versenyen vesznek részt. Én bízom benne, hogy tavasszal ő a hosszú pályán mérvadó lesz. A nyíregyházi úszók idén két alkalommal is elutazhattak Németországba. Stuttgarttal van jó kapcsolatunk, a otthoni egyesületnek szintén a mi úszodánkkal együtt új úszoda nyílt, és egy nagyon jó körülmények között lehet versenyezni. Voltunk ősszel és voltunk tavasszal is két különböző versenyen, két különböző korosztállyal, tehát igyekeztünk azért a nagyok mellett a kicsiknek is lehetőséget adni. Ősszel fiatalabbak voltak, ugye cápa és delfin korosztályos, illetve gyermekkorosztályú versenyzők. Valamint a nyári főversenyünk, ugye az Ifjúság Európa Bajnokságból Bianca ismét válogatott kerettagként volt kint. Ugye az 50-es 100-200 mellett egyéni számaink kívül úszta 400-100-as vegyesváltót, női vegyesváltóba versenyzett. Jelen pillanatban nem sikerült olyan jól, vagy ebben az évben nem sikerült olyan jól, mint tavaly, de nem lehetünk elégedetlenek. A nyíregyházi sportuszoda ebben az évben több versenynek is otthont adott. Két versennyel is többet rendeztünk, mint tavaly. Ugye itt az évelei, a tavaszi NSC kupa, a nyíregyházi sportcentrum kupa, illetve az őszi Szabolcs kupa mellett most már megrendeztünk egy Masters versenyt ősszel, októberben, ami nagy sikerrel zajlott, illetve Diák Olimpia regionális döntőt tudtunk csinálni. Illetve évvégén volt egy házi évvégi versenyünk, amit rövid pályásra csináltunk, terveztünk, mert úgy gondolom, hogy az őszi szezon és a téli szezon rövid pályáról fog szólni jövőben. Mint Urvin Tamás elmondta, az a céljuk, hogy legyen nyíregyházi úszó a párizsi olimpián. Erre 50 méter gyorsan Stankovics Annának és 200 pillangón Hatházi Dórának lehet reális esélye.